Köszöntöm a Trió TV nézőit! A Büki híreket látják, műsorunk tartalmából. Hamarosan végeznek a Büki Kossuth és Petőfi utca felújításának első ütemével. Nagy volt az érdeklődés a bükkfürdői termelői piac zárónapján. Vigyázz, kész kabaré! Ismert humoristák előadása Bükön. Ez a mai kínálatunk, kedves nézőink, tartsanak velünk! Jelentős beruházások zajlanak Bükön, a Petőfi és a Kossuth utcákban önkormányzati forrásból. A munkálatokat azért rendelte meg a városvezetés, hogy előkészítsék a Magyar Közút ZRT jövőre tervezett útburkolat felújítását. Az önkormányzat a közműcserék mellett a körforgalom környékén süllyesztést is végeztet. Év elején jelentette be a Magyar Közút Nonprofit ZRT, hogy felújítja a Bükön, a köznyelvben főútként ismert út egyes szakaszait. A munkálatokat az előzetes információik szerint tavasszal kezdik majd el. Az önkormányzat a beruházással egybekötve vállalta mind az alsóbüki, mind a felsőbüki szakaszon, hogy előzetesen elvégeztetik a szükséges közműcseréket és egyéb kapcsolódó feladatokat. A Petőfi, illetve a Kossuth utcákban jelentős építkezések zajlanak. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a jövő évi a Magyar Közút által tervezett fejlesztéseket megelőzve mi is csináljunk olyan fejlesztéseket, amelynek révén a komfortfokozata a település főútjának infrastruktúrális állaga javul, és utána nem kell feltétlenül fölbontani a várhatóan új szerkezetét, illetve felületét az útnak. Több szakaszra lehet bontani a beruházást, az egyik a Kossuth utca és a Kossuth utcának a Forrás utca és a Fehérló étterem közötti szakasza. Tehát tulajdonképpen ott a kerékpárút épül, ugye ott felhasználjuk azt a 112 millió forintot, ami az adósság konszolidációban részen vett településeknek szánt összeg. Ezt kiegészítettük, hogy tulajdonképpen a kereszteződésig meg tudjuk valósítani, így mint egy bruttó 140 millió forintról beszélünk. 110 millió forint értékben ugyanezen a szakaszon megvalósítjuk a földkábelnek a kiépítését, azok kiállásait. Ez azt jelenti, hogy a közvilágításnak az alapjait csináljuk meg. Egyelőre kandeláberek még nem lesznek, azok a következő éveknek a fejlesztési körébe tartoznak, illetve 4-4 házanként két akna van, amelyben az erős, illetve a gyenge áramok kiállásai találhatók. És ezt tovább folytatva tulajdonképpen ez nem csak a Forrás utcai kereszteződésig, hanem a körforgalomig valósul meg, ennek mintegy 110 millió forint a költsége. Tehát tulajdonképpen a főút Kossuth utcai szakaszára olyan bruttó 4 milliárd forintot költünk önkormányzati forrásból, ebből, hogy említettem, 112 millió forint a pályázati tartalom. A polgármester elmondta, az önkormányzat az útfelújításhoz kapcsolódva vállalta, hogy lesüllyesszék a kritikus szakaszokat a körforgalom és a művelődési ház között. A következő szakasz az a körforgalom és a Marsz utca közötti része a főútnak, ugye ez a Petőfi utca egy szakasza. Itt tervezünk útburkolat süllyesztést. Ezelőtt megvalósítottuk már részben a közműveknek a cseréjét, ugye gázközművet kellett süllyeszteni, víziközmű vagy ivóvíz rendszercsere történik, illetve szennyvíz rekonstrukció. Ez több mint 120 millió forint volt, amit megvalósítottunk ezen a szakaszon, és az útburkolat süllyesztés várhatóan hasonló nagyságrendű lesz. Itt még a pályáztatás közbeszerzés folyamatban van, és én nem szabad elfelejteni, hogyha süllyesztjük ott az útburkolatot, helyenként egyébként 80 centivel is kell, akkor ott új járda és kerékpárút lesz kiépítve az út ezen szakasza mellett, hiszen kénytelenek vagyunk, hiszen a járószint is változik. A következő szakasz pedig a Marsz utcától a Darling utcáig terjedő szakasz. Itt víziközmű csere lesz, köztük az ivóvizet teljes egészében, a szennyvíz hálózatot pedig szennyvíz hálózatú rekonstrukciót hajtunk végre, ennek a közbeszerzése szintén zajlik. Az a tervünk, hogy 2019 májusáig, június elejéig ezeket megvalósítjuk, és a tervek szerint utána tudja a Magyar Közút azt a
két réteg aszfaltcserét megvalósítani, amit a tavalyi évben betervezett, illetve elfogadott a tervében. Téli szünetre vonul a bükkfürdői termelői piac. Idén fél éven át várták az őstermelők a vásárlóikat különböző szezonális és hagyományos termékeikkel. Az utolsó piacnapon sokan bevásároltak a téli hónapokra. Április 20-án nyitott, október 12-én pedig bezárt a bükkfürdői termelői piac. Az egykori buszállomás területén idén is számos helyi és környékbeli őstermelő kézműves kínálta portékáit a vásárlóknak. A 2018-ban már negyedik szezonját záró piac már nem csak helyi attrakció, hanem komoly turisztikai vonzereje lett az évek során. A helyiek mellett az ide látogató magyar és külföldi vendégek egyaránt szívesen válogatnak a termékekből, az árusok elmondása alapján a visszatérő vendégek már nagyobb tételben vásárolnak az itt létük során. A Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület által életre hívott termelői piac valóban szerves részévé vált a város turisztikai életének. A kínálatban tavasztól őszig a szezonális termékek is megtalálhatók, így gyümölcsök, zöldségek és egyéb finomságok. De a klasszikus őstermelői áruk sem hiányoznak a piacról, lekvárok, mézek, szörpök, húskészítmények, és még sokáig sorolhatnánk a széles választékot. A termelők között sokan már ismerősként köszöntötték egymást, hiszen visszajáró árusítói a bükkfürdői piacnak, de új termelők is bemutatkoztak a vásárlóknak. Először vettem részt, amit gyakorlatilag sajnálom, hogy már az előző években nem jelentkeztem be. Nagyon meg vagyok elégedve, úgyhogy ezután is mindig ha meg fogják szervezni. Köszönet a szervezőknek, az itteni szervezőknek, igenis fogok jelentkezni jövőre is. A legkelendőbb termékek az akácméz természetesen, mert étkezésre a legfinomabb. De ezen kívül van a repce és keverék virágméz, ami ugye sokkal több a fehérje tartalom, tehát a vitamin, mint például az akácba, és még ezen kívül kelendő a napraforgó, szintén tele van több fehérje vitaminnal, és nagyon nagy hatással bír, akinek nagyon sok gyomorsava van, naponta egy evőkanállal el kell fogyasztani, és csökkenni fog a gyomorsav. Idén több mint 50 őstermelő vett részt a piacon, ők mindannyian tagjai lettek a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesületnek, valamint a Bükkfürdői Eszencia márkavédjegy használatára is megkapták az engedélyt. A termelők összességében pozitívan számoltak be a szezonról, szerencsére idén az időjárás is kegyes volt hozzájuk, így mindig nagy örömmel várták a vásárlókat. A piac sikerét mutatja az is, hogy a zárónapon sokan kilátogattak egy utolsó nagy bevásárlásra, lekvárokból, szörpökből, savanyúságokból bőven vettek télire. Október 10-én a Stand Up Brigád Kabaré Társulata újra megtámadta a rekeszizmokat a Büki Művelődési Házban. A recept már ismert. Végy tapasztalt kabaré színészeket és fiatal stand-up comedy humoristákat. Főszerezdőket a Pesti Kabaré siker jeleneteivel, egy jó adag stand-uppal és zenés paródiákkal.
A Vigyázkész kabaré is ez alapján készült. Ne hallják ezzel bőgni! De ha legalább bőg, bőgjön emberi hangon! Na, erre van szó! Na. A feleségem tegnap hagyott el, mégsem vagyunk ideges! Egy cédanő miatt hagyott el a férjem! Engem is egy cédanő miatt hagyott el a feleségem. Különleges kabaré előadást élvezhetett a Büki Művelődési Központ színháztermének közönsége. Az esten a Karinti Gyűrös parodista Éles István, a Rádió Kabaré humoristái Szép Bence és Űrmös Zsolt, valamint az RTL Klub műsorából ismert Mezzei Réka Léda szórakoztatta a nézőket. Konferált és a főszerepekben fellépett Bereznai Endre. A stand-up brigáddal már évek óta csinálunk olyan előadásokat, szerkesztett műsorokat, amik színházi előadásnak tűnnek, mert mindig úgy kezdjük, hogy egy hosszabb, általában rejtő jelenettel kezdünk, illetve a legelső az a Kellér Dezső jelenettel kezdődött, és akkor utána stand-upok, mostani kabaré jelenetek, paródiák, bűvész számok váltogatják egymást, és a végén szintén egy nagy kabaré klasszikussal zárjuk. Ezt a műsort itt a Tévedésből jelentéket játsszuk az elején, és a Szenes embert a végén. Ez mindkettő klasszikus kabaré tréfa, amit hát sokan ismernek, ugye az a műfajnak a sajátossága, meg mi is úgy csináljuk, hogy azért senki sem ugyanúgy játssza, hogy ezek alakultak is. Tulajdonképpen a kabaré az is azért maradt életbe ilyen sokáig, mert olyasmi, mint a népdal, vagy a pesti vicc is, ami az utcán születik, tehát az emberek tovább formálják, és ettől hát a szerencsés esetben jobb lesz, kellemetlen esetben rosszabb kicsit, de az a lényeg, hogy mindig élő, és folyamatosan változik. Még azt is ugye megtesszük itt ebben az előadásban, hogy hát a stand-upjaink között, a mostani stand-upjaink azok pedig mai témák, vagy ami még érdekes, hogy Éles István például Hoffi Géza alakjában, ugye fölbe is öltözik, és Hoffi Géza hangján mond, de mai stand-upot, tehát mintha Hoffi ma csinálna egy számot, egy új számot. Az ötletek szülőatya Űrmös Zsolt. Ennek a darabnak is ő a szerkesztője. Legfontosabb az Űrmös Zsolti, mert Űrmös Zsolti álmodik, tehát ő rosszul alszik, és így föl kell így éjszaka, és mondja, hogy legyen egy új kabarénk, mondja, és akkor fölhív minket is. És akkor mi próbáljuk lebeszélni, de hát általában ugye úgy rakjuk össze, hogy Űrmös Zsolti egyébként tényleg egy talán nem közismert, de hát a kabaré rajongók biztos, hogy ismerik a legalább az írásait, mert ugye a Rádió Kabaréban több díjnyertes száma van, díjnyertes jelenetei, de ír a Bagina Csárnak, most az a szímű, hogy Fábri most, vagy most Fábri, Rádió Kabaréban is ír. Ő egy kiemelkedő alakja, pedig alacsony, de mégis kiemelkedő alakja a mai humor szcénának, humor világnak, és hát ővele szoktuk összerakni, ugye ő neki van a leginkább szerkesztői vére, hát mi, nekem is például a Dunama Kabaré című műsort, amit csináljuk az ATV-n, azt ketten szerkesztjük, a Zsolti meg én, és akkor mondom, ezekből rakjuk össze, hogy Zsolti szokott tényleg fölhívni, hogy csináljunk már egy újat, mert említetted a Valkó Esztert, na most ő például nincsen, ez is élővé teszi az egészet, hogy a Valkó Eszti titok, hogy miért nem ér rá, azt mondjuk most, hogy családi okokból Hollandiában van, tényleg Hollandiában laknak a férjével, és most nem tudott hazajönni, és emiatt beugrott Mezei Léda, aki eredetileg Réka volt, néha Mezei Réka Léda néven is szerepe, a barátok közben ott azt hiszem Léda. És én ismerem, amikor ilyen picik, kamerában nem is látszik, milyen picik kislány volt, mondjuk így. És tehát régóta ismerem, és mint hogy vele próbáltam egy másik színházba egy darabot, amikor megjött a Valkó Esztitől a hír, hogy sajnos nem tud hazajönni most Hollandiából, ő pont ott tehát a Léda, és mondtam, hogy te leszel a köve, és nagyon örült, és de már játszottuk vele is, ő neki ez a második előadása, mert tegnap Vasváron játszottunk, és ott az volt neki az első, de mindenki nagyon boldog volt, hogy ő játszotta, úgyhogy ez a beugrás is, egyébként azért örülünk a beugrásoknak, mert az is frissíti az egészet, és főleg, hogyha valaki jól ugrik be, mert ugye hát a tönkretette volna a jelenetet, akkor már meg is kérték volna, hogy ne jöjjön már, de nem tönkretette, de nagyon jókat csinált, úgyhogy nagyon szerették a nézők, és hát a férfi nézők főleg, mert a Szenes emberben az összes hölgy közül, akikkel játszottam, rajta van a legkevesebb ruha, ebben nem szóltunk bele, de örültünk, hogy ezt a ruhát választottam. Ez így emeli az estfényét. Rólam azt mondják, hogy igen, valahogy az idegeire megyek az embereknek. Hát mit gondolom, miért van ez? Nem felálljon, mert nem kerülgetem többet. A mások már rég azt mondták volna, kerülgesse magát a guta.
ez a szó, mit miért tetszik annyira az embereknek? Tudja, hogy maga az agyára megy az embereknek? Ugye? Ugye? Hát, tudnám mi? Na! A Stand-up Brigád egy független humoristákból létrejött stand-up comedy társulat, mely fő céljának a pesti kabari több mint 100 éves hagyományainak ápolását, a stand-up comedy fiatal tehetségeinek pályára segítését és szakmai támogatását tartja. Az összeszokott csapatnál a próbák sem mindig a megszokott módon zajlanak. Régebben a Betlentéri Színházban készültünk, vagy azóta Bölcsője most a KMO. A KMO az az a jó nevű kispesti munkásotthon, de egyébként ez egy nagyon jó kis színház. Csak hát ez így megmaradt a neve, az eredeti neve. Az egy szép modern színházterem, és ott is szoktunk állandó kabarékat játszani, és ott próbáltuk ezt be, ott volt a bemutatója. Olyan nagyon sokat nem próbálunk azért, de persze volt egy pár próba. Ez az első jelenet a tévedésből jelentik, itt meg is kellett rendezni, ezt mindig kiírják, hogy én rendeztem, de mondtam, hogy mindig utána álljuk el, hogy én rendeztem-e. Tehát ha mindenki megcsinálja, oda megy, ahova mondtam, akkor én rendeztem, ha össze-vissza jönnek, mennek, akkor nem. Akkor a Bence, igen. De. Szóval persze kell próbálni, hát nem olyan nagyon sokat, azért ezek így összeállnak. Plusz mondom, hogy az is egy kabaré, ugye itt a Mezei Léde izgult, hogy most mi lesz, ha ő elront valamit, mondom, az teljesen olyan, mint egy kabaré, mert a kabaréban általában az van. Jó, persze a különböző iskolák vannak, tehát például a Saskabaréban ott nem lehet rontani, a Saskabaréban ott 44 héten keresztül próbálnak, és minden betű, minden szemvillanás úgy van, ahogy be lett állítva, de ha már arra gondolunk, hogy mit tudom, akár régebben a Markos Nádas, vagy a Bajori mi is, vagy most az Aradi Varga, hát a számaiknak a legsikeresebb része az, amikor elrögik egymáson magukat, és az attól van, hogy nem ugyanazt csinálják, hanem közben eszébe jut valami, az embernek az bedobja. Hát hogyha rossz jut eszébe, akkor gyorsan kell haladni, ha meg jó, akkor meg megünnepeljük. Hát ugye a közönség is örül, meg mi is. Tehát emiatt nem kell túlzásba vinni a próbát, de muszáj próbálni, mert a Tévedésből jelentik című műben vannak olyan dolgok, amik, hogyha ilyen tök egyszerű dolgok, hogyha nem odaáll valaki, ahova kell, akkor már nem lehet érteni a poén. Tehát vannak olyan helyek, ahol elúszik poén attól, hogyha nincs rendezve, tehát azokat meg kell csinálni rendesen, mint egy igazi színházban. A többit meg nem muszáj, hanem improvizálni kell, de nyilván a meglévő szöveg felhasználásával. Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunántúl.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunántúl címen is. Viszontlátásra!